Sziasztok, én Nagy Dani vagyok, és itt vagyok Dunavarsányban, az Olimpiai Központban. Ugye a férfi kajaknégyesünk készül az olimpiára, és lett egy olyan lehetőségem, hogy részt vehetek velük az erőnléti edzésükön. Hát kíváncsi vagyok, hogy túlélem-e. Na hát én mindeközben át is öltöztem, és úgy hallottam, hogy a srácok már reggel voltak a vizen, de én most a konditermi edzésükön fogok részt venni. Sziasztok! Szia! Szia! Örülünk, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy eljöttem ide hozzátok. Hogy készüljek? Kemény lesz a mai? Brutál lesz. Az összes edzésünk kemény. Hány edzésetek van egyébként egy héten? 10-12. Kettő darab konditermi edzésünk van, és az összes többi vízi. És melyiket szeretitek jobban? Vegyes. Mindent szeretünk. Ha süt a nap és meleg van, akkor a vízit. Ebben az időjárásban itt azért jobban kedveljük ezt a beti időszakot. Igen, a reggeli 4 fokos evezés az nem a szeretetről szólt. Mit fogunk ma csinálni? Megmozgatjuk a vasakat, de csak amennyire jól esik. Hát kíváncsian várom. Mehet? Igen, a nyújtás az egyik legnagyobb ellenségem, de... Nyújtjuk, ameddig jól esik. Uh-huh. Már nem esik jól? Mondom, ameddig jól esik. Nem úgy. Jó. Jó volt. Na, ez lesz a végzetem. A sarkodat kezdd belenyomni a kezembe. Robert, kezdd belenyomni, csak hogy jó irányba nyomod el. Már most körülbelül ott járunk. Már nyúlik? Persze. Jó. Ezen a rendszeren van mit dolgozni, igaz? Szó. Nagyon diplomatikus. Hát nyújtottunk egy nagyot, és amilyen nehezen indult, a végére annyira jól esett, de már itt is voltak, ha nem is holtpontok, de fájdalmas részek, de szerintem még csak most kezdünk bele. És meglepően könnyűnek tűnik ez a feladat, de nehéz. De jól esik. Mindig körül kell nézni az ilyen gyakorlatok előtt, hogyha mindenki téged néz, az azt jelenti, hogy nagyon nehéz. És el fogsz esni. De most nem néznek. Én nézlek. Ha jól sejtem, most az történik, hogy a szervezetünket felkészítjük a nagyobb terhelésre, de már ennek a bemelegítés része is iszonyatosan fárasztó. De nagyon élvezem, úgyhogy folytassuk. Úgy érkeztem az edzés elejére, hogy tényleg teljesen át voltam mozgatva, és hát ezt gyakrabban meg kéne csinálnom nekem is. Nekem is ez a súly? Nekem is ez a súly. És hát remélem, hogy nekem is ez a súly. Hát ezzel még van mit csiszolni. Kettő, harmadik feladat. Tekenj más. Ne, a senyi után mész, nem tűnt még fel? Lányos zavaromban még nem találom fel magam, de majd a következő kör, az nagyon kemény lesz. A következő? De ez még csak bemelegítés. Akkor az nagyon sima. De hogy kell, gyere. Ebből mi lesz? Így készülnek az olimpikonok. Az előzőben se voltam túlságosan barátságban, nem még rákerült tárcsait, lehet, hogy valami más feladatot fogok kérni. Dani, akkor inkább neked rakjunk össze egy másikat.
Húzózkodásban az a cél, hogy egyszer felhúzom magamat 100 kilóval. A jelenlegi olimpiai és világbajnok Liam Heath. Láttam az Instagramon, hogy felhúzta magát egyszer. Úgyhogy ez. Éreztem a nyomást, hogy a saját súlyos húzózkodásom ide kevés. Úgyhogy itt valamit egy kicsit rám kell csatolni most már, mert rosszalóan néztek rám. Dani, de tudod, még bemelegítés van. Tehát még emelgetned kéne a súlyokat, 5-3-2-1 ismétlés, és mindig emelgeted. Mész fölfelé. És ha az megvan, akkor... Én föntről megyek le. Akkor rosszul csináltam? Igen, mert most bemelegítünk, tudod, először egy kisebb súlyjal csinálsz 5 ismétlést, aztán egy nagyobbal 3-at, még nagyobbal 2-t, még nagyobbal 1-et. Én csak a ismétlés számokat variálom, de nem teszek rá súlyt. De ravasz. Sajnos. Az okos. Miért nem így csinálsz? Használj magnéziát, sokat segít. Attól tartok, hogy nem ezen múlt az előbb. Na nézzük az egyen nagyobbat. Hát elkezdtük az edzést. Az edzést, tudjátok, eddig ez csak a bemelegítés volt. És hát ilyen sok súlyemelő specifikus gyakorlat van, amikből nem vagyok a legjobb. Úgyhogy ilyen baby súlyokkal a technikát próbálom elsajátítani, több-kevesebb sikerrel. Ez történik épp. Pörgetést, hogy a környezetet alá pörgeted. Alá kell pörgetni, ki kell engedni az ujjaid közül a rudat. Nem úgy. Ezek nem az én asztalom, úgyhogy csak ilyen lelkes amatőrként próbálkozom. Viszont jól látni őket, hogy milyen jó formában vannak, és remélem, hogy király szezon zárnak majd a srácok. De és itt már nincsenek szabad napok. Vagy van pihenő nap? Vasárnap pihenő. És illetve a szerda délután, meg a szombat délután. És ott is ajánlott valamit mozogni, vagy az tényleg pihenő? Nem ajánlott mozogni. Nem ajánlott mozogni. Nem is járunk a súlyoknak a tetején, de ebből én már kivontam magam. Még meg se tudnék sérülni, mert meg se tudom emelni. Ami a legveszélyesebb számomra az a deadlift. Vagy nagyon fontos a jó technika, mert azért szeretnék még sokáig kajakozni, meg hát a hátralévő életünkben is egészséges gerincsel szeretnénk tovább élni. Nekik ezek a klasszikus hasizom erősítő gyakorlatokkal rengeteg ismétlés számot meg kéne csinálni ahhoz, és nem nagyon erősíteni már őket. Tehát nekik például a guggolások, a deadlift az sokkal jobban erősíti a pólizmokat. A srácok elképesztőek, amikor azt gondoltam már, hogy ezeket a súlyokat nem lehet fokozni, akkor még szerintem még egyszer annyit ráraktak, úgyhogy én azt látom, hogy nagyon jó kondiba vannak. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ott majd velük az olimpián, meg az előtte levő versenyeken, és nagyon fog szurkolni nekik. Följön, csípőd előre engeded, még nem csinálta semmit. És amikor fönn van, akkor a sarkaddal elkezded ezt tolni előre, ezt a valamit, csípőd megy hátra, és elkezded bezárni a lapockádat. Tudtam, hogy ez lesz a legnehezebb. De azt el sem merem mondani, hogy már ettől a tartástól is beállt a kezem. De majd most új ulterővel. Tehát a csípőt előre engedem, sarokból tolom, és ez jön hátra. Aha, igen, de ilyenkor, amikor az hátra jön, akkor már az jön ez föl. Igen, mert így, itt tudod, így mozog a csípőd. Aha. Kívülről olyan, mintha csak karból dolgoznának, de hogy itt is a rakéta elvérvényesül, hogy tehát a lába nagy izmokkal kezdünk, és csak szinte a vége az, ahol a kar befejezi a mozgást. Hát a kar igazából csak vezeti a lapátot, tehát a karral nem nagyon húzom. Ami mindig ilyen visszatérő dolog, amit a Dani művelt a kajakgépen, hogy azt hiszik mindig, hogy ez a kajak egy olyan történet, amit karból kell megoldani. Ez minden, csak nem kar. Alapvetően nagyon fontos a derék és a törzs, meg a gerinc melletti izmok is. Vannak
preferáltabb izomcsoportok, de azt gondolom, sőt nem csak azt gondolom, tapasztalatból tudom, hogy egy jól sikerült verseny után nem tudok neked olyan izmot mondani, ami ne fájna, vagy ahol ne lenne izomlázam. Akkor most már értem, hogy mire volt ez a sok mobilizációs, meg hát nem csak a kar, tehát hogy mennyi ilyen lábra, törzsre a különböző edzéselemek. Hát, fárasztó. A srácok, amilyen lazán csinálták ezt a gyakorlatot, nagyon nehéz volt elképzelnem, hogy ez egy tényleges, mint egy húzás a vízbe, és össze-vissza csináltam mindent. Rengeteg dologra kellett figyelni, és nagyon hasznos dolgokat hallottam. De nagyon jól bírta a nyújtást, amíg én nyújtottam. Utána elveszítettük. Nagyon-nagyon nehéz így a semmiből, úgymond nem ismerve ezt a mozgásformát belecsöppenni, és akkor, hogy én most megpróbálom a srácokat tartani a tempót, és ide állt, és beleállt a munkába, nem nyavogott, a súlyokat tegyük félre, mert itt nem erről szólt a dolog, úgyhogy le a kalappal előtte. Ez számomra egy hatalmas élmény volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jó fejek. Látszott, hogy összhangban vannak. Én nagyon bízom benne, hogy a hajóban is majd ennyire összhangban lesznek, és hoznak nekünk egy nagyon szép érmet. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a Magyarok YouTube csatornájára, dobjatok rá egy lájkot, és ha bármi kérdésetek maradt volna az edzéssel vagy a felkészüléssel kapcsolatban, azt írjátok le a komment szekcióba. Mentem nyújtani, mert szerintem nem fog járni egy pár napig.